A Dunaföldvár Televízió május 31-i adását látják. Jó estét kívánok! A ma esti Földvár mozaik témái a következők lesznek. Az eddigi vírus vészhelyzetet háborús vészhelyzet váltja. Ez egy korszak lezárult, egy új korszak nyitódott február 24-ével, az orosz-ukrán háborús konfliktus kitörésének a napjával, amely azt vetítette előre, ugye, amelyekkel az előző adásokban mondtuk, hogy a háborúnak vannak olyan, hát úgymond áttételes eseményei, mint amelyeket, hogy el kellett hagyni emberek millióinak a lakhelyüket, hisz háborús csapás érte őket. Lakatos és hegesztő tanulók vizsgáztak az elmúlt héten. Külön van a feladat, sőt, külön tanműhelyben, ugye. Kezdeném akkor a lakatosokkal, ugye, itt konténergyártás folyik, egy drótos konténer, ami nagyon alkalmas különböző anyagok szállítására, csomagolására, tehát vállalati szinten nagyon jól tudják utólag is alkalmazni. A gabonatermést illetően a dunaföldvári malom megnyugtató képet rajzolt. Azt lehet mondani, hogy Magyarországon 5 millió tonna búza terem, a malomiparnak 1,2 millió tonna búza kell. Tehát ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag 4-5-szörös a termény mennyisége Magyarországon, mint amire nekünk a malomiparnak szüksége van. Úgyhogy azt gondolom, hogy az eddigi években, idén is, illetve jövőre is meg fogjuk tudni venni azt a búza mennyiséget, amivel a lisztet le tudjuk gyártani, illetve a pékségeket, háztartásokat ki tudjuk szolgálni liszten. A járványhelyzet után visszatérnek a nyári hagyományos kulturális programok. Június 25-én szombaton este 8-tól múzeumok éjszakája, ahogy ezt már hosszú-hosszú évek óta megszoktatta Dunaföldvár lakossága, mi is csatlakozunk az országos programhoz. Számtalan jó kis programmal várjuk a kedves közönséget, lesz kiállítás, megnyitó kézműves foglalkozás, fényfestés, ahogy ezt már megszokhatták, rendhagyó tárlatvezetések lesznek, a hagyományt építünk kiállításunkban, és a Magyar Világ Török Virág kiállításunkban. Várhatóan a középmezőnyben végeznek felnőtt labdarúgóink. Tamásiba utazunk, ahol egy hasonló képességű csapat fogad minket, és ez a mérkőzés fogja eldönteni azt, hogy ki fog odaérni a 7. helyre. Én azt gondolom, hogy ha nekünk sikerülne győznünk és elérnénk a 7. helyet, az egy jó középmezőny. Azt gondolom, hogy a tavalyi évhez képest óriásit léptünk. Előre van karaktere a csapatnak, van játékunk, van stílusunk. Műsorunkat polgármesteri tájékoztatóval kezdjük. Horváth Zsolt, a Dunaföldvár polgármesterével beszélgetek. Egy jubileum és jubileum kezdete. A jubileum azért, mert véget ér egy korszakunk, hát hogyha ezt jubileumnak lehet nevezni, nevezetesen a járvány veszély korszaka, viszont elindul egy új korszaka, háborús veszély korszaka. Ez mind az önkormányzati szinten jelentkezik, mind pedig a tévéadás tekintetében jelentkezik. Nekünk a veszélyhelyzet idején kötelező egy ilyen önkormányzati tájékoztatást adni, és ez nem fog véget érni, csak most más tartalommal fogjuk megtölteni. Először azt kérdezem polgármester úrtól, akiről földvárjuk tudják, hogy milyen rangban is, de vadászpilóta, ez azért ez közelebb áll akkor. Igen, tehát ez tulajdonképpen közelebb áll, üdvözlöm a szerkesztőt is, a nézőket is. Sajnos azért ez nem örömhír. Tehát azzal, hogy egy korszakot lezárunk, amit úgy nevezünk, hogy ugye a járványügyel nem kell annyira foglalkozni, igaz, az is itt van, tehát nem ment el, csak lecsengett az egész dolog, de ugye azok a védelmi intézkedési helyzetek, amelyek ezzel összekapcsolódtak, azok nincsenek elfelejtve, csak egy alacsonyabb polcra lettek téve, de ott vannak és fel vannak címkézve. Abban a pillanatban, ha szükségeltetik, akkor az ahhoz tartozó intézkedéseket újra életbe fogjuk lépni. Természetesen ez egy korszak lezárult, egy új korszak nyitódott február 24-ével, az orosz-ukrán háborús konfliktus kitörésének a napjával, amely azt vetítette előre, ugye, amelyekkel az előző adásokban mondtuk, hogy a háborúnak vannak olyan, hát úgymond áttételes eseményei, mint amelyeket, hogy el kellett hagyni emberek millióinak a lakhelyüket, hisz háborús csapás érte őket. Ez a vészhelyzet, ugye, amelyet mi is kezeltünk, és rengeteg ukrán állampolgár került át Magyarországra, akik a háborútól
menekültek, vagy a háborúból menekültek. Ugye jelen pillanatban is a mai napon, mikor az adás történik, 17-en vannak. Ugye 40-ről indultunk, és szépen lejjebb csengett ez az egész dolog. Ugye múlt héten 22-en voltunk, ma 17-en vannak, akik nálunk vannak oltalomban és ellátásban részesülnek. Ez egy részről, ugye az egyik az örömet jelent, nem betegednek meg honfitársaink, nem kellenek lezárásokat. A másik oldalon pedig ez egy szomorúság, hogy ma Európában élő háború folyik, ahol emberek halnak meg, vagyoni javak azok megszűnnek, a földért tesznek egyenlővé dolgot, és emberi sorsok válnak nullává, mert majd amikor kitör a béke, és reménykedünk benne, hogy béke lesz és nem tűzszünet, mert a kettő között rettentő nagy különbség van. Ugye a tűzszünet az az, hogy nyugszanak a fegyverek, de készenlétben vannak a csapatok. A béke az az, hogy mindenki elvonul haza saját laktanyáiba, és valamilyen kormányközi megállapodásokkal ez lezárható. Én azt gondolom, hogy ez reménykedem benne, hogy hamarosan létre fog jönni. Igaz, lehet hallani azt, hogy majd szeptember. Hát nagyon reménykedem benne, hogy nem fogunk odáig eljutni, hogy szeptember. Ugye a mai nappal azért kezdődtek már Brüsszelben tárgyalások, különböző embargós helyzetet vagy kell előállítani, amelybe rá kell szorítani az orosz felet arra, hogy feladja a harcokat, vagy beszorítani abba, hogy minél előbb tárgyalóasztalhoz tudjon ülni. Ezzel sajnos az a probléma, hogy ez egy nagyon kettős dolog ebbe a dologba, hisz minden nap találkozunk arra azzal, hogy energiára már pedig nem szükségünk van. Mi oda vagyunk kötve. A másik oldalon, hogy ezért az energiájut, ami tranziton átszállítunk, annak fizetünk Ukrajnának is. Tehát mindenkinek fizetünk. Mind a háborúban álló mindkét félnek, ez egy paradigma. Nehéz feloldani, és ezzel az uniónak is elég nagyok ennek a paradigmának a feloldásával nagyon nagyok a gondok. Egyetlen egy dolog fogja megoldani, ha végre azok a felek, akiket ebben érintettek, ezek tárgyalóasztalhoz ülnek és megoldódik. Na most ehhez kapcsolódik ez a háborús veszélyhelyzet. Ez ugye eddig nem volt a magyar alaptörvényben, ezt ugye a 10. módosítással vezették be, illetve került be paragrafusként, és ennek okán rendelte el a kormány ezt, hogy hirdette ki ezt a veszélyhelyzetet. Jelen pillanatban a jogászok ugye dolgoznak. Ugye vannak, ez rendeleti kormányzás, ugye ezek a rendeletek, amelyek eddig hatályban voltak, és mondjuk június 30-áig lettek volna hatályba. Mondok egy egyszerű példát, például térítési díjaknak a nem megemelése, hogy a bérleti jogviszonyt nem lehetett felmondani, vagy a bérleti díjakat nem lehetett emelni. Ez ugye június 30-ával vége szakadt, erre én már egy menetrendet előállítottunk, hogy hogyan fognak ezek a dolgok történni. Itt van most ez a vészhelyzet, ugye újra vészhelyzet van, rendeleti kormányzás van, most a kettőnek a szinkronizálásán dolgoznak a minisztériumok, hogy azok a rendeletek, amelyek kivezetésre kerültek volna, illetve ennek megfelelően ugye a vészkormányzási rendeletek hogyan fognak összeépülni, és hogyan fognak egymásra ráépülni, mert nem lehet egy új rendelet ellentétes azzal, ami régebben meghozódott, és ugye nekünk pedig lenne a helyi rendeleteinket és határozatainkat teljes mértékben jogharmonizáció útján ezeket harmonikussá kell tenni, és én is csak azokat tudom bevezettetni a képviselő testülettel, amelyek jogharmonizációban, illetve jogfolytonosságban felhatalmazásokat fogok kapni. Hogyha a Dunaföldvár van most a szemünk előtt, és a dunaföldvári lakosok, akkor ez a két vészhelyzet váltás, ez a hétköznapi értelemben mennyire érint bennünket. Utalok a legutóbbi beszélgetésünkre például a különféle okmányoknak a meghosszabbítási engedménye, az akkor most tovább fog folytatódni, vagy azért vegyük úgy, hogy június végén a személyigazolvány, útlevél, jogosítvány forgalmi, azt mégiscsak élővé kell tenni? Én úgy gondolom, hogy azt vegyük alapnak most, hogy június 30-a vége. Nem látjuk, hogy ez az új helyzet, ez rendeletekbe hogy fog továbbiakban menni. Egyet tudunk, például ugye a nyelvvizsga. A nyelvvizsgának annak vége. Tehát nem akadályozza meg ez a háborús vészhelyzet azt, hogy bárki nyelvet tanuljon és nyelvvizsgát tudjon tenni,
hisz még a Covid alatt ugye ezt azért hozták, hogy a kontaktokat, azokat ugye minimálisra csökkentsék, ennek a megfelelően ugye volt az életnek a védelme érdekében létrehozott rendelet. Most ez a háborús vészhelyzetben ez nem, itt ugye a megélhetés kerül inkább látom úgy, hogy veszélybe, és annak megfelelően ugye például, most akkor egyszerűt, ami a legnagyobbat kiveri szerintem a biztosítékot, ugye 480 forintos üzemanyagár. Ugye hétfőtől ki hogyan lehet tankolni? Be kell vinni a magyar forgalmi engedélyt a kutakra, és be kell mutatni, hogy 480 forintért tudjon az ember tankolni ebbe az egész dologba. Mondjuk ilyenek fogják megnehezíteni az embernek az életét, vagy nem megnehezíteni, de egy kicsit komplikáltabbá tenni. Én azt gondolom, hogy azok és az okmányok ebből kifolyólag szerintem azoknak ugye nincs akadálya, tehát azoknak rendbe kell tenni. Ma már lehet kontaktolni, oda lehet menni, és ebben a tekintetben el lehet intézni, hogy neked, vagy nekem, vagy a másiknak annak érvényes jogosítványa, személyigazolványa, forgalmi engedélyed legyen, és úgy vegyél részt a közigazgatásba, hogy ezek az okmányok ebben rendben legyenek. Ugye vannak mások, amelyek az életünket még ez a, mit mondtam, hogy térítési díjak, etc., etc., ezek még most nem látjuk ezt. Ugye június 30-áig ezt fogjuk követni, de én úgy gondolom, hogy a jogászok azok teljes lendülettel dolgoznak azon, hogy ez a június 30-ai jogharmonizáció, így tartó jogharmonizáció, ez ugye amelyeket ki kell vezetni, kivezetünk, újakat pedig rendbe fogunk vezetni. Ugye emlékeznek a kedves nézők, volt egy olyan időszak, amikor a képviselő testület sem vészhelyzetben nem ülésezett, ugye a polgármester föl volt hatalmazva a rendelet által, hogy meghozta, és ugye önálló döntésekkel ment. Most jelen pillanatban ez nincs, a képviselő testület teljes mértékben velem együtt fog dolgozni, és velem együtt fog határozatokat és rendeleteket hozni. Összefoglalva akkor lehet azt mondani, hogy szűken Dunaföldvárt érintően a háborús vészhelyzet pusztán, hát idézőjelben az, hogy pusztán a 17 dunaföldvári ukrán menekültet jelenti. Igen, lehet ezt, meg a mindennapi életünket. Tehát amikor bemegyünk a boltba, és ugye ma is hallottam, hogy hát étolajat szerettek volna venni, nem volt, majd holnap lesz ebben az egész dologban, vagy az a kellemetlenség, hogy 480 forintos üzemanyaghoz be kell vinnünk a magyar forgalmit, vagy 20 liter benzint vihetünk haza kannába a kerti traktorunkhoz, vagy bármihez, ami benzinnel megy, vagy a kis motorunkhoz. Ezek a kellemetlenségek itt vannak, de én mindig azt szoktam mondani, hogy nézzük meg a másik oldalát, ha ez a legnagyobb kellemetlenségünk, akkor ezzel érdemes foglalkozni. Nincs közvetlen veszélyben az életünk, és ez nagyon fontos. Nem kell elhagyni szülőhazánkat, szülővárosunkat, hanem békességben és nyugalomban itt élhetünk, és ez én úgy gondolom a legnagyobb kincs ma. Megkezdődtek a gyakorlati vizsgák a szakképzőintézetben. Javában zajlik itt a gyakorlati vizsga a szakképző fiatalok számára. Hegedűs Imrével, szakoktatóval beszélünk. Ma azt hiszem két csapat dolgozik itt nálatok. Milyen feladatokat kell elvégezniük? Azt hiszem hegesztők és szerkezetlakatosok külön-külön dolgoznak. Igen, külön van a feladat, sőt külön tanműhelyben ugye. Kezdeném akkor a lakatosokkal, ugye itt konténergyártás folyik, egy drótos konténer, ami nagyon alkalmas különböző anyagok szállítására, csomagolására, tehát vállalati szinten nagyon jól tudják utólag is alkalmazni, ezért született döntése arról, hogy ezt csinálják a tanulók. Ugye két személy tudja csinálni, közösen dolgoznak, nem egy személyes a feladat, tehát összetett, tehát mérésektől kezdve szabás, darabolás, összeállítás, hegesztés, fúrás, menetfúrás, szegecselés. Tehát szinte átfogja a lakatos szakmának a döntő részeit. És hát úgy vettem is, hogy tetszik is a tanulóknak ez a feladat, nem egy egyhangú, minden műveletet sorra tudnak venni, és hát úgy gondolom, hogyha ezt meg tudják rendesen csinálni, méretpontosan, akkor nem lesz annyira idegen tőlük a többi szerkezet, lakatos feladat sem. De mennyi idő áll a rendelkezésükre? Hát ez ugye 8 órától 2 óráig, 14 óráig, 6 óra van nekik adva, gyakorlatilag úgy néz ki jelen, ez a jelen pillanatban, hogy ez meg is fog történni. Tehát szépen haladnak, mindenki a feladatát, tehát sorba
csinálja. Pillanatokat néha kell várni, ugye, mert szablonok szerint dolgoznak általában. Tehát megvan, könnyít, egyszerűsít a feladat, hogy lehetőleg minél pontosabb is legyen. Ez önálló feladat, de nyilván a szakoktató, a mester valamilyen formában azért tud segíteni. Mennyi az a minimum, amit segíthet, vagy hol a határ? Hát igen, azért arra feltétlen figyelmeztetni kell őket, hogy a sorrendeket tartsák be, nehogy olyan feladatot csinálják először, amit felesleges, indokolatlan, vagy éppen majd bezavarja a következő műveletet. Ugye ezt egy kicsit ugye még gyakorolniuk kell az életbe, hogy meg kell lenni a sorrendeknek. Be kell tartani, ez így történik a cégeknek a gyártás folyamán is, tehát nem lehet össze-vissza csinálni, megvannak a lépések. Ugye először mérés, darabolások, köszörülések, összeállítás, hegesztés, menetfúrások és szegecselések. És a végén a tisztítás, csiszolás, hogy az megfeleljen esztétikailag is az egész. Szabolcs, még jó két óra van a vizsganyag befejezéséig. Hogy állsz, hogy haladtok? Egész jól haladunk, már lassacskán kész van. Ez közös munka, tehát együtt csináljátok. Igen, ilyen kétfős csapatok vannak, és ketten csináljuk. A ti korosztályotok éppen beleesett abba a generációba, amikor a Covid-járvány miatt ugye elmaradtak a tanórák, a gyakorlati oktatás, és ez azért hátrányt jelentett a három év során? Hát eléggé. De sikerült bepótolni, gondolom. Nagyjából, igen. Nem sokára végzel, szerkezett lakatos, egy nagyon jó szakma. Mi a terved, a jövőd? Azt hiszem, keresett szakma, tehát el tudtok helyezkedni. Hát igen, még nem tudom, mi lesz így a jövőben, még fogalmam sincs. Szabó László ellenőrzése, irányítása mellett zajlik itt a hegesztők vizsgája. Mi a vizsga feladat, és hány gyerek vizsgázik ma? Mai nap folyamán 5 tanuló vizsgázik, 4 eljárásból tesznek vizsgafeladatot. Argonvédős gázas ívhegesztésből és gázhegesztésből csövet hegesztenek 45 fokba pozícióba, fogyóelektródás ívhegesztésből és bevont elektródás ívhegesztésből pedig kombinált alkatrészt hegesztenek. Mennyi idő áll rendelkezésükre? Vizsga munkadarabonként 2 óra áll rendelkezésükre, így a 4 eljárás az 8 óra hosszát vesz igénybe. Lassacskán már a végeihez közeledünk. Mi a tapasztalatot, felkészültek a diákok? Volt valami izgalom, feszültség, idegeskedés az elején? Igen, van akire jól hat a vizsgadruk, valakire viszont rosszul. Tehát valaki jobban teljesít sokkal, van aki egy kicsit nehezebben ugorja meg ilyenkor a napot. Azért mi az a feltételrendszer, ami keretei közt egy kicsit segíthetsz nekik, amik ebben tanácsokat adhatsz? Természetesen adhatok tanácsokat az összeállítás terén, vagy hogy esetleg hibázott az összeállításban, nem hibázott, oda hozza a munkadarabjait. A hegesztő szakma elég keresett napjainkban. Mik az elhelyezkedés lehetőségei fiatalok számára, gondolom? Nem kell nagyon sokat keresgélni, hogy munkahelyet találjon. Nem. Ez nagyon keresett szakma. Tehát kiválóan tud elhelyezkedni utána. Van, aki viszont továbbtanulásba gondolkozik, érettségi. Laci, javában dolgozol itt a vizsgamunkán, most mint tanuló. Hát ez a tanuló státusz néhány nap múlva megszűnik, hiszen ha megkapod a képesítést, akkor végzett szakember vagy. Milyen volt a vizsgafeladat, amikor megtudtad? Nehéz vagy könnyű? Hát igazából nehéz, mert nem volt sok rá időn készülni, de végül meglett minden. Hát a ti korosztályokat pont érintette ez az online oktatás, amikor a gyakorlati órák is elmaradtak. Ez sikerült valahogy pótolni? Tehát későbbiekben tudtatok alaposan készülni a vizsgákra itt a műhelyben? Természetesen ide be tudtunk járni, meg volt adva a napok, amikor be tudunk jönni, és normálisan tudtunk készülni. Mik a terveid az iskola után? Esetleg továbbtanulás vagy munkába állsz? Igen, szeretnék tovább tanulni. Most itt Földváron leérettségizek. Hát én nem szeretnék ezzel a szakmával foglalkozni, én már rég eldöntöttem, én beszeretnék vonulni. Partner találkozót szervezett a Dunaföldvári Malom. Szurovcsák Andrással beszélgetünk a Golf Hungary-nek a mai rendezvénye kapcsán. Miért gyűltek ma össze ilyen szép számban? Nagyon nagy tiszteltet üdvözlök mindenkit, és gyakorlatilag gazda találkozó.
aktualitásokról beszélgettünk. Hogyan alakul a Dunaföldvár és környékén, Magyarországon és a világban búzatermelés helyzete, mik a kihívások, mivel kell foglalkozni, mi a közvetlen feladat. Nyilvánvalóan betakarítás előtt vagyunk az idejévi búzatermésnek, mi lesz a sorsa, mi lesz az ára, és hát nyilván arról is beszéltünk, egy bizonytalan világban élünk, hogy mi lesz azután, és ki mire számít, és sajnos még csak megerősíteni tudtuk, hogy még bizonytalanabb lesz a jövő, de hát kihívásokkal teli a környezet, ebben kell a termelőknek is, és az magyar élelmiszeriparnak is helyt állni. Úgy tudom, hogy az ön előadása az élelmiszer ellátás biztonságáról szólt 2022-ben. Feltenném a triviális kérdést, biztonságban van az ellátása? A Magyarország helyzete nagyon szerencsés, tehát nemrég hallottuk Orbán Viktortól is, hogy körülbelül kétszer ennyi embernek képes Magyarország élelmiszert előállítani, mint amennyien élünk Magyarországon. Tehát ebből a szempontból valóban biztonságban vagyunk, és minden fontos élelmiszer az megvan Magyarországon. Nem vagyunk abban a helyzetben, három nagyon komoly olajgyára van, tehát saját olajgyára van Magyarországnak, még hallottuk, hogy Nyugat-Európában nagyon sok helyen nem lehetett olajat kapni. Ebből a szempontból szerencsés vagyunk. Nyilvánvalóan az, hogy lesz, az nem kérdés, az, hogy mennyiért, az már kérdés lesz, mert nyilván a világpiacon Magyarország is elhelyezkedik, és az áraink azok a világpiacon harmonizálnak. Hogyan látják például a dunaföldvári helyzetet? Itt ugye, ha jól tudom, hogy ilyen 50-60 kilométeres körzetbe jöttek ma gazdálkodók. Náluk biztonságban meg tud teremni az a búza, illetve gabona mennyiség, amire szükség van? Hát mai nap igen alkalmas volt a találkozó, mert arra ébredtünk, hogy nagyon szép és komoly eső esett. Májusi eső aranyat ér, ez a búzára kifejezetten igaz. Nyilván kell még a május hónapban, hogy ebből a májusi aranyból essen még a búzaföldekre, de ez a mai mindenképpen egy lépéssel előrébb hozta a biztonságos termést, és bízunk benne. A Dunaföldvár környéki termőföldek szerintem az ország egyik legjobb minőségei földjei, és ha az időjárás szolgálni fog, akkor igenis egy jó közepes termés mindenképpen valószínűsíthető. A mai programot mi alapján állították össze, milyen előadókat hallhattak a résztvevők? Hát a legérdekesebb azt gondolom, hogy a gabonapiaci helyzet és ez az orosz-ukrán válságból adódó drasztikus változásról szólt. Szerintem kereskedelmi igazgató kolléganőnk nagyon szépen felvázolta, hogy mi változott meg ez alatt a néhány hónap alatt, mi fog a következő hónapokban, és nyilvánvalóan látszik az is, hogy a következő években bizonytalan a háború kimenetele. Nyilván az a kérdés, hogy Ukrajnának marad a tengeri kikötője, mert jelen pillanatban ugye nem üzemel, hogyha ha marad, akkor az egy nagyon gyors visszarendeződést eredményezhet, ha nem marad, akkor gyakorlatilag a vasúti és a közúti kapacitásokat kell felfejleszteni. Azt gondolom, hogy nem lehet megoldani egy év alatt, az egy 3-5 éves projekt, hogy az a kapacitás az egyensúlyba kerüljön, és ahol megterem az áru, meg ahol felhasználják, az biztonságosan el tudjon jutni. Önök hogyan látják, például a végfelhasználók mekkora áremelkedéssel számolhatnak, hogyha gabonából készült terméket szeretnének majd vásárolni? Nyilván bizonytalan még az új búza ára, most amit látunk, azért az egyértelmű, hogy a tavalyi búza árnak a duplájára emelkedik a búza ára, de ehhez nyilvánvalóan tartozik költség is, mert a műtrágya ára az a négyszeresére emelkedett, a 70 forintról 280 ezer forint környékéig. Nyilvánvalóan másfél évvel ezelőtt egy kiló liszt nettó 70 forint volt, ez most durván 170 forint, és ha ez a 140-150 ezer forintos búzár realizálódik, akkor 210-20-30 forintos nettó lisztár is teljesen realitás. Lengyel Tamással beszélgetünk a GoFundGary éves partner találkozóján. Mi volt a mai előadásodnak a témája?
Hát gyakorlatilag egyszerűen el tudom mondani saját magunk, tehát a Dunaföldvári Malomüzem, illetve a Dunaföldvári Malomüzemhez tartozó tároló telephely. Számunkra nagyon fontos az, hogy a környékbeli gazdákat megfelelő minőségben, illetve megfelelő határidőkben kiszolgáljuk. Ez azt jelenti, a környékbeli azért egy elég széles és tág, tehát 80 kilométeres körzetben én azt gondolom, hogy minden egyes partner, minden egyes termelő megtalálhatja nálunk a számítását. Tehát erről szerettük volna őket tájékoztatni. Naponta 1500 tonna búzát át tudunk venni, minősíteni, és ezáltal ugye a számunkra megfelelő minőségi búzát is megvásárolni. Most egy új üzenet van a gazdák felé egyébként, az eddig években nem volt ilyen szolgáltatásunk, viszont most már megnyitottuk ezeket a lehetőségeket, megnyitottuk ezt a lehetőséget, hogy hosszú távú tárolást is tudnak nálunk végezni, tehát nem szükséges aratáskor adni a búzát, hanem gyakorlatilag letárolják nálunk, és amikor ők szeretnék értékesíteni, akkor tudunk elszámolni az ő általuk behozott és megminősített búzával. Hogyan látod a helyi piacnak például a helyzetét? Hát a helyi piacról önmagában sajnos nem beszélhetünk, hanem csak globális piacról beszélhetünk búza oldalon. Ez azt jelenti, hogy a helyi termelőkre, illetve a környékbeli országoknak a termelőire is nagyon nagy kihatással van az ukrán helyzet. Gyakorlatilag az árak azt lehet mondani, hogy csillagos egekben, mint input oldalon, tehát műtrágya, vetőmag, egyéb szolgáltatások, és hát ugye ebből adódóan maguk a terményeknek az ára is eléggé felmentek, tehát a tavalyi évhez képest mondjuk duplájára emelkedtek, ebből adódóan azért a lisztnek az ára is minimum duplájára fog emelkedni. Kiket hívtatok meg a mai rendezvényre? Hát a 80 kilométeres körzetből, akit csak lehetett termelőt felkerestünk, akikkel mi üzleti kapcsolatban vagyunk, vagy ha nem is üzleti, de jóbaráti, vagy pedig jó kapcsolatot ápolunk velük. Ha idén, vagyis illetve a tavalyi aratásban üzletet nem is sikerült kötnünk, ettől függetlenül a partneri kapcsolat megvan, és ezeket a partnerinket kerestük föl. Plusz akik még meglettek hívva, azok, akik tőlünk is vásárolnak, elsődlegesen a takarmánykeverő üzemek, akik a mi általunk előállított malomipari mellékterméket használják föl az állati takarmányzásra előállított terményeik során. Saját partnereitekkel mi a helyzet? Hogyan látjátok, ők meg tudják-e termelni azt a mennyiséget, amire nektek szükségetek van? Ezt 100%-ig mondhatom, hogy igen, de nem csak számunkra, hanem azt lehet mondani, hogy Magyarországon 5 millió tonna búza terem, a malomiparnak 1,2 millió tonna búza kell, tehát ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag 4-5-szörös a termény mennyisége Magyarországon, mint amire nekünk a malomiparnak szüksége van. Úgyhogy azt gondolom, hogy az eddigi években, idén is, illetve jövőre is meg fogjuk tudni venni azt a búza mennyiséget, amivel a lisztet le tudjuk gyártani, illetve a pékségeket, háztartásokat ki tudjuk szolgálni liszttel. Ezzel biztos nem lesz gond. A mai rendezvényen elégedett vagy? Azt tudom mondani, hogy igen, a partnereinknek a visszacsatolása alapján. Ha én lennék elégedett, az csak fél siker, viszont akikkel a rendezvény után most már itt kötetlenül beszélgettünk, mindenki, én azt gondolom, mindenki találhatott magának egy olyan fontos információt, vagy egy olyan kis információ morzsát, amit a mindennapjaiba be tud építeni. A Művelődési Központ júniusi programajánlóját láthatják. Sok szeretettel köszöntöm a nézőket. Bár most nincs túlzottan jó idő, de azért nagyon bízunk benne, hogy most már tényleg itt a nyár, és hát természetesen zömmel szabadtéri programokat ajánlok a kedves közönségünknek. Rögtön az első, június 4-én szombaton 17 órakor a Dunaparton az emlékműnél a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából rendezünk egy kis ünnepséget a szokásoknak és a hagyományoknak megfelelően, úgyhogy erre várunk mindenkit nagy szeretettel. Június 8-án szerdán délután 5 órakor a könyvtárban lesz rendezvény, mégpedig a Levendula Művészeti Iskola tanévzáró kiállításának megnyitója. Erre várjuk a kedves közönséget, persze nyilván elsősorban a kiállítókat és a szülőket, de természetesen minden érdeklődőt nagy szeretettel várunk. Az intézmény igazgatója Farkas Huszka Rózsa fogja megnyitni ezt a kiállítást. Június 8-án lesz még egy program intézményeink egyikében, nevezően a Tájházban. Nyugdíjas találkozót szervez az Őszi Alkó Nyugdíjas Klub, amely zárt körű. Természetesen ezt a programot, ezt ők szervezik maguknak és a meghívott nyugdíjas kluboknak, úgyhogy ez a Tájházban lesz június 8-án szerdán. Június 12-én a Várudvaron lesz program, vasárnap 16 órakor a Levendula Művészeti Iskola hagyományos évzáró gálája a Dunaföldvári Vár színpadán, ahol a néptáncosok mellett a többi mozgásos csoport is bemutatkozik, akik a Levendula Művészeti Iskola keretei között tanulnak, tehát ez június 12-én vasárnap lesz, és szintén vasárnap este 6 órakor lesz a
tészenepogrom következő koncertje a Dunaparti sétányon, remélhetőleg most már nem zavar be az időjárás, és tényleg a sétányon lesz, hiszen a múltkori koncert is a művelési házban volt a rossz idő miatt, de június 12-én vasárnap este 6-kor térzene, remélhetőleg a Dunaparti sétányon, a Pannon filharmonikusok várják a kedves közönséget egy kamor együttessel, és ők fognak muzsikálni. Június 16-án, csütörtökön este 6-kor egy benti program a könyvtárban, Hunyadiak kora, ez lesz a programnak a címe, amit az ünnepi könyvhéthez kapcsolódóan rendeznek a könyvtáros kollégák. Vendég Bán Mór író, lesz lehetőség természetesen dedikáltatni a könyveit, közönség találkozó, író-olvasó találkozó is lehet fogalmazni, tehát június 16-án csütörtökön este 6-kor Hunyadiak kora a könyvtárban. Június 18-án szombaton Horgász Juniális a Solti Kisdunán a Horgász Egyesület szervezésében már hirdetik, nagyon-nagyon szeretettel várnak mindenkit erre a programja, egész napos színes program lesz a horgásztanyán. Június 18-19-én a Dunaföldvári Várban, Dunaföldvári Várnapok, ez a Hagyományőrző Íjászok Dunaföldvári Egyesülete szervezésében lesz ez a program, és várnak ide hagyományőrző fegyveres csoportokat, akik ugye ilyen fegyverbemutatókat, kisebb küzdelmeket fognak bemutatni, tehát egy ilyen középkori hangulatra lehet számítani. A programokat részletesen hamarosan meg fogják jelentetni, és keressék ezeket a programokat, és várunk mindenkit nagy szeretettel a Dunaföldvári Várba, tehát június 18-án és 19-én a Dunaföldvári Várnapokra. Aztán június 25-én szombaton este 8-tól Múzeumok éjszakája, ahogy ezt már hosszú-hosszú évek óta megszokhatta Dunaföldvár lakossága, mi is csatlakozunk az országos programhoz. Számtalan jó kis programmal várjuk a kedves közönséget, lesz kiállítás, megnyitó, kézműves foglalkozás, fényfestés, ahogy ezt már megszokhatták, rendhagyó tárlatvezetések lesznek, a hagyományt építünk kiállításunkban, és a Magyar Világ, Török Világ kiállításunkban. A második Boris Jazz Picnic keretében a Canaro együttes remek muzsikája, koncertje lesz 8:30-tól, és ahogy már ezt megszokhatták, jó kis borokat lehet majd kóstolni, ezúttal két földvári borászat, a Kelemen Pince és a Sűrű Borház várja a kóstolókat, lesz természetesen étel-ital, és az elmaradhatatlan bátorság próba az elsötétetett vártoronyban, tehát Múzeumok éjszakája ismételten a Dunaföldvári Várban, június 25-én szombaton. És aztán kezdetét veszi a Földvári Nyári Esték szabadtéri színházi előadás sorozat. Ezt most nem részletezném, erről szeretnénk majd külön is egy kicsit részletesebben beszélni. Azt minden esetre már mondtam, de most is megerősítem, hogy ez a 25. Földvári Nyári Esték nagy büszkeséget tölt minket el, hogy ilyen szép kort megért ez a rendezvény. Nagyon szeretjük, és természetesen hála Istennek a közönség is szereti. Úgyhogy vásárolják a jegyeket. Van olyan előadásunk, amire már elfogytak a jegyek, de a többire még lehet, ha valaki siet, hogy le ne maradjon, tehát 25. Földvári Nyári Esték, július 2-től 27-ig egy remek Honey Beast koncerttel bezárólag. Ez lesz tehát a július, és hát természetesen augusztusban is lesznek programjaink. Nyilván az elmaradhatatlan augusztus 20-ai rendezvény, a Szent István Napi Halászlé Fesztivál, amiről természetesen megint csak lesz részletes műsorközlés. Minden esetre a hagyományos programokat lehet majd itt megtalálni, amiket megszokhatott az évek alatt a kedves közönség, és hát többek között találkozhatunk Manuellel a színpadon, Korda Györgyel, Balázs Klárival és az első emelet koncertjével is, de emellett természetesen számtalan más program is várható. Augusztus 23-án kedden este a Nemzetközi Fúvostábor és Fesztivál keretében ismét, ahogy ez már tavaly volt, egy remek fúvos koncertet hallgathatnak meg a kedves dunaföldváriak és a környékben élők. A Magyar Honvédség Légierő Zenekar szolnoki zenekarának koncertje lesz a Dunaföldvári Vár udvarán, amelyre a belépés díjtala mindenkit nagy szeretettel várnak a szervezők. Remek koncert lesz ez is. És augusztus 25-én és 26-án szintén a Várudvaron
Az Ördögszekér táncegyüttes adja elő ismét kisé átgondolt táncjátékát, a mátka táncot, amit egy pár évvel ezelőtt már láthatott a közönség. A Fekete Kötény legendája alapján készült táncjáték, ami, mondom, egy picit átgondolt formában, nagyon nagy szabású kiállításban lesz majd látható, tehát augusztus 25-én, 26-án ennek a hirdetését is előbb-utóbb majd meg fogják látni, keressék, és jöjjenek erre az előadásra is. A Dunaföldvári Vár nyitva tart egész nyáron, keressék a kiállításainkat, és minden programunkra mindenkit nagyon sok szeretettel várunk. A Holler Ulm FC sportigazgatóját kérdeztük az elmúlt időszak eseményeiről. Hagyományos összefoglalónkban Lesnyik Gábor, a Holler Ulm FC sportigazgatója foglalja össze az elmúlt néhány hét labdarúgó eseményeit. Mint hallottuk, voltak sikerek és hát kudarcok is, mind a felnőtt, mind az ifi csapattájékán. Halljuk a részleteket. Először is üdvözlöm a nézőket, köszönöm a lehetőséget. Hát talán a felnőttel kezdenénk, hát ott kezdeném. Követjük azt a sormintát, amit egész évben sikerült felállítanunk. Ugye, amit mondtam, hogy a csapat fiatalsága okoz egy olyan instabilitást, ami elvárható mérkőzéseket nem tudunk behozni, de közben meg olyan bravúrokat tudunk felmutatni, mint a most hétvégi. A Kakasd elleni győzelem, a Kakasd nekünk egy nagy mumusunk volt, nagyon-nagyon nagy meccseket játszunk velük, de az utóbbi időben mindig rosszul jöttünk ki ezekből a mérkőzésekből, most hazai pályán sikerült az egyébként harmadik helyen végző Kakasdot 2-1-re felülmúlnunk, és nem csak az eredmény, hanem azt gondolom, hogy a mutatott játékkal is elégedettek lehetnek a nézők, formás szép gólok lőttünk, szép támadásaink voltak, a második fél időben még sok lehetőségünk volt, akár nagyobb arányú győzelem megszerzése is, de nem vagyunk elégedetlenek, ami a saját örömöm az, hogy egy 2003-as saját nevelésű játékos, a Morár Gábor szerezte a győztes gólt ezen a mérkőzésen, ami megint csak azt mutatja, hogy helyes úton járunk a felnőtt futballal. Még egy forduló van vissza a felnőtt csapat számára, Tamásiba utazunk, ahol egy hasonló képességű csapat fogad minket, és ez a mérkőzés fogja eldönteni azt, hogy ki fog odaérni a hetedik helyre. Én azt gondolom, hogyha nekünk sikerülne, hogy győznünk és elérnénk a hetedik helyet, az egy jó középmezőny. Azt gondolom, hogy a tavalyi évhez képest óriásit léptünk előre. Van karaktere a csapatnak, van játékunk, van stílusunk, rengeteg tehetséges fiatalunk, úgyhogy megyünk tovább ezen az úton. Az utánpótlás bajnokságok szintén a vége fele közelednek. Föntről, tehát a nagyoktól mennék visszafele, az U19-es csapatunknak még egy most egy nagy atádot sikerült hétközben felülmúlniuk 6-1-re, aztán még egy Balaton elleni mérkőzése van, valószínűleg azt is behozzák, és ők is a középmezőnybe végeznek. Az U17-es csapatunknak szintén egy mérkőzése van, szintén a középmezőnybe, de szinte az összes csapatunkról elmondhatom, hogy a középmezőnybe végeznek. Az oka is megvan, ugye hát a legjobb, legtehetségesebb labdarúgóinkat kiemeli innét a Magyar Labdarúgó Szövetség. Ugye ez a cél, hogy ők minél feljebb jussanak. Akadémiákon és NB1-be versenyeznek. Ebből lesz az, hogy egy ilyen kis, nem is tudom, hogy mi a megfelelő szó rá, ilyen jó, dolgos, tehetséges, ügyes gyerekek itt maradnak, de az igazi extrák azok ugye elhagyják előbb-utóbb a mi csapatainkat. Ebből adódik, hogy nekünk ez a középmezőny van belőve minden korosztályunknál, ebbe se találok semmi kivetnivalót. Azt gondolom, hogy a mi célunk az, hogy sok tehetséges gyereket megtaláljunk a magyar labdarúgás számára, és őket minél jobb csapatokba próbáljuk eljuttatni. Nekünk ez a célunk, és ebbe illeszkedik is a mostani tervünk, meg a Labdarúgó Szövetség terve. A legkisebbeknek még egy Bozsik tornája van vissza, egy kiemelt szintű Dunai városban, meg egy alapszintű, ugye a környező csapatokkal, és ők is jövő héten befejezik a versenyzést. Az edzések nem állnak le, jönnek a nyári táboraink, és különböző kupákon veszünk részt, meg kívásos alapon rengeteg felkérésünk van, próbáljuk együtt tartani a csapatokat, és hát próbálunk mindenhova igazolni, új játékosokat találni a legkisebb korosztályokba. Ugye a
ahogy egyszer már mondtam, a labdarúgó szövetségnek az a törekvése, hogy az ilyen központokban, mint amilyenek mi is vagyunk, a környék labdarúgói 11-12 évesen már kerüljenek be. Ennek a kiépítésén dolgozunk, most rengeteg ügyes kisgyerek fog újra hozzánk kerülni, és próbáljuk összerakni a következő évet, és remélem, hogy szintén egy sikeres év elé nézünk. A sportpálya nagyon szépen néz ki, éveken át nagy munkálatok folytak. Most azt hiszem az utóbbi egy évben nem voltak olyan látványos építkezések, fejlesztések, de gondolom azért apró munkálatok folytak. Igen, hát apró munkálatok, az apró munkálatok, az például egy 17 milliós világítás készült el a center pályán, amiben az a jó, hogy szerintem Földvár egész lakossága látja, amikor mi edzünk, mert óriási fényt ad ez a világítás, mérkőzést is lehet játszani ennél a világításnál. Ez volt az utolsó projektünk. Több pályázatunk benn van. Köszönöm, hogy így látjátok, hogy rendben van a sportpálya. Én rengeteg hibát találok benne, kértem is az önkormányzat segítségét a mostani pálya bejárásnál, de azt hiszem, hogy nem nagyon tud rajtunk segíteni az önkormányzat. Rengeteg olyan dolog van, amit mi nem tudunk elvégezni, nem tudunk rá pályázni, nincs rá pénzünk. Amennyi támogatást az egyesületünk kap, az pont arra elég, hogy két karbantartót megfizessünk, plusz kifizessük a rezsiszámláinkat, így nagyon nehéz tovább lépni. De még amíg van lehetőségünk pályázni, addig pályázunk, de például nem tudunk egy pályaszélesítésre pályázni, leszakadt kerítésre nem tudunk pályázni, tudnám sorolni azokat a dolgokat, ami nekünk állandó kiadásunk. Ezekkel nem nagyon tudunk mit kezdeni, és én azért sokfele járok az országba, azért a mi pályánknak ezen része nem szép. Az, hogy a gyepszőnyegünk szép, és a maga az öltözőnk szép, az igen, az abban nagy érdemünk van nekünk, de sajnos rengeteg olyan dolog elmaradásban van, ami máshol rendben van. Hát remélem, hogy majd változik a hozzáállás, és tudunk ezeken is javítani.